Nemrég még egy romos, lepusztult használaton kívül épület állt a hullámfürdő udvarán. Valamikor biliárdozni is lehetett ott, ez már a múlté. A vagyonhasznosító tulajdonában lévő lebontott ház helyét befüvesítették, amelyen nem csak a fürdőző közönségnek kedveztek, hanem egyben növelték is a strand területét, mondta De Blasio Domenico létesítményvezető. Ezen dolgoztunk már több mint 2 éve, hogy ezt a területet valamilyen módon hasznosítani lehessen. Első körben felmerült az, hogy parkolóként funkcionáljon, de az egy nagyon bonyolult, hosszantartó folyamat lett volna, mire itt fizetős parkoló kialakítására kerülhetett volna sor, és amikor kiderült, hogy ezt nem tudjuk megoldani, akkor jött az ötlet, hogy akkor azt a kerítést, ami nagyjából ezen a helyen volt, ahol most álltunk, ezt kitoljuk a Szendrey Júlia utca frontjára, és egy újabb, viszonylag nagy zöld területtel bővüljön a strand. Közel 1000 négyzetméterrel megnövekedett a füves terület a strandoló közönség számára. További újdonság, idén elkészült a strandröplabda pálya, melyet felnőttek és gyerekek is használhatnak. Többek között a játszótér is megszépült. Egy nagyon régi, nagyon elhasználódott játszótérrel rendelkeztünk, és egy picit bővíteni is tudtuk a játékoknak a számát, és nagyon népszerű a vendégeink körében a játszótér is, szóval hátul azon a ligetes területen található, illetve most is a kollégák folyamatosan dolgoznak azon, hogy amit önerőből meg tudunk oldani, saját munkatársak segítségével, falaknak a vakolása, falaknak a festése, azt folyamatosan ellátjuk ezeket a feladatokat. A strand területét megnövelő árnyékos zöldövezeti szabad terület kedvez a strandolóknak, főleg ha a nagy kánikula miatt hűvösebb helyre vágynak. Idén már külön lehet jegyet vásárolni az uszoda és a strand területére.